lasciate mi cantare. Megtelt Dombóváron a művelődési ház előtti tér szórakozni vágyokkal. A rendezésben mi minden évben a Kertbarát Egyesület és a Német Önkormányzat hatatos közreműködése kellett. Azt gondolom, hogy ilyen nagy tömeg előtt még soha nem készült a nyitány, hiszen a kaposvári rockszínház úgy látom mindenkit idén vozott már a nyitásra. Ezt követően is azt gondolom, hogy a borhoz illő kulturális műsorok fognak következni, magyar énekes, magyar nóta, és remélem, hogy a bor, mámor az utcabálig itt tart mindenkit, és 8-tól évfélig egy utcabálra zárjuk a mai napot. Én jó szórakozást kívántam nyitó beszédemmel mindenkinek, és megmutattam, hogy kell kocintani barátunkkal, és Isten éltessen mindenkit Dombóvár Fesztiválon. A környék inkább fehér borokban jeleskedik, de kóstolhattak a vendégek Schillert, rozét és vörös borokat is. Mi tulajdonképpen, ugye, mint Kertbarát Egyesület, zöldséggel, gyümölcsel foglalkozunk elsősorban, de ezek a munkák sokkal jobban esnek, hogyha a nehéz munka közben nem vizet kell inni, hanem akad egy kis bor is, és ez úgy az igazi, hogyha az ember a saját maga által megtermelt szőlőből készült bort fogyaszthatja. És így egyre jó, és egy kicsit eltolódtunk most a bor irányába, és miután ez a mai este ugye elsősorban a borról szól, hát mi is meghívást kaptunk, hogy részt vegyünk ezen az eseményen. A téren felállított nagy színpadon 6 előadó, illetve társaság fergeteges hangulatot teremtett a dombóváriaknak.